Sziasztok gamerek! A mai videóban a BZ68-at fogjuk megnézni, ugye ez az új kínai nehéztankárnak a 9-es csodabogara, és ez a tankhoz egyébként nagy elvárásaim vannak, hiszen amikor a tesztelben próbálgattam a 10-es tankot, akkor kipróbáltam egy pár csata erejéig, ugye ezt a 9-es, és valahogy jobbnak éreztem a szintjén ezt a járgányt, mint a 10-es, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk tudni teljesíteni vele a mostani videóban. Ugye ez a tank kap egy 5.30-as alfás löveget, hasonlóan, mint mondjuk egy E75-ös. A DPM értéke az egyáltalán nem jó, de az E75 az egyik legjobb 9-es nehéztank a játékban sem rendelkezik jobb DPM-mel, tehát a DPM az nem minden. Ahogy látom, itt már egyel több ilyen boostert kaptok, tehát itt 5-ször tudjátok elnyomni ezt a rakétás boostotokat, ugye ez egy upgrade a 8-as tankhoz képest, viszont ugye 2 fokkal kevesebb ágyus hűedése rendelkezik, 8 fok ágyus hűedés kap a tank, ami még mindig jónak mondható, de nem annyira jó, mint mondjuk a 8-asnak a 10 fok lüveg hűedése. Az a lőszer átütésé 248-as alaplőszer átütés, ami teljesen oké, és 315-ös hit, ami nagyon kellemes, és 660 alfás, 65 átütésű repesztőszert kap, ami szintén elég kellemesnek mondható, hogyha valami papírtankot meg tudtok lőni, főleg, hogyha van intuíciótok, és gyorsan át tudtok váltani lőszert. Nézzük, itt kinézzünk a sarkon. Látunk-e valamit? Előre 2 heavy tank spotolódott tőlünk jobbra. Valami nagyon turbózik itt mellettem, vagy rakétázik. Megpróbálok egy sorokkal előrébb kúszni, hát ha látunk valamit. És van mögöttem gamerek. Előre semmi. Az ellenfél nem jött el ide erre a részre. Ennél tovább nem merek menni, mert ha itt kempelnek a térik, akkor már könnyen oldalba lőnek minket. Ott van egy... Az maga esetleg nem tudnék bemenni. Ez turbózik el, nem? Megkelték? Megkelték. Na, most jön ide a VK. Ezt gyorsan meg is lőjük. Nézzük ezért mennyi lövés fogok elszenvedni. Szerencsére nem minket lő, oda nézzetek, oly de píkelgetnek az urak. Lisa az minket lőtt meg. Akarom elkapkodni a lövést. Illetve nem akarok bejönni túlságosan szarszituba sem. Én tolatok tovább. Nézzük, hogy kinéz ránk valaki. Is néz. Akkor elcsípjük az alvázát, nagyszerű. Az az alfa azért az fáj, hogy főleg, hogy egy 18-as tankot megtaláltak, konkrétan egy heavyt 3 lövéseztek. Most szerintem a Lish már úgy itt van a sarkon, nem a Lish az előrébb. I see. Egyébként nagyon nem állunk jól. Renegád. Aha. Megpróbáltam beütni a torony frontján a VK-t, de valahogy lepattantunk, valószínűleg oda ment a lövés, ahol céloztam. Azt mondta, ha sidescrape-elek a sarkon, akkor már lesz lehetőség az ellenfélek oldalba lőni minket. Mindenképpen oda kell figyeljek. Jó. Nem akartam elkapkodni a lövésre, a phase 1-esre. Egy picit visszább kell tolatnunk. Egy huldamba kerüljünk, arra is kell figyelnem, hogy a hátunkban lehet, hogy itt fölpussolnak majd. Ó, nincsen ágyus hűedésem. Ide kéne az a 10 fok ágyus hűedésem, amiről beszéltem. Mindenket telepottantunk a phase 1-esnek a kupolájáról. Unfortunate, és a VK-z hátulról támad minket. Valamelyikőnek meg kell fordulni rá. Még azt hiszem, föntről majd ki fogja tudni lőni a... A cserjötér, jó, is a szibázott. Szerintem nem tudják az ellenfelek, hogy mennyire jó az üretöltésem, úgyhogy úgy csinálok, mintha be lennék töltve. Nézzük, el tudjuk-e lőni valahol a gamereket. Én úgy néz ki, hogy nem. Az olyan, nekem a kupolámat, mondjuk az a bal oldalomon van, szerintem, hogy nem tudják így ellőni. És a válasz az, hogy de el tudják lőni, srácok. Már Centurion is flankel minket. Azt mondta, hogy ha én megfordulok, akkor itt ránk jönnek. Próbálkozok egy hitlőszerrel itt.
Az igen, tolják ketten a roncsát a... az M103-nak. Reggét közben kipíkel ránk, erre nem számított, pont el akartam volna menekülni. De szerintem itt már menekülésre lehetőségünk nincsen. Jó, ez misszelt. Még azt át tudjuk előni így. Ó, szerencsére át tudjuk lőni. Scorpion misszelt. Ezek minket lő a Centurion. Szerencsére nem. De oda kell figyelnem, hogy mit csinálok. Azokat már egy repesztőzőt, hogyha betölt rám a Phase 1-es, akkor halott vagyok. Azért a T-30 az hogy nem lövi meg? Tehát simán kipíkelhetne amúgy oda. Jó, szerencsére meghalt, most már nem kell hátulról aggódnom. Ez amúgy nagyon jó nekünk. De nem merek kinézni a Phase 1-es, mert egy repesztőszer aztán kuka vagyok. Ha lövünk egyet, srácok, itt már nem tudtam elkerülni azt, hogy lepíkeljenek minket. 3700 sebzéssel végeztünk ebbe a körbe. Hát nem tudom, igazából rontott lövésünk szerintem csak egy volt a VK-ra, ahhoz, hogyha az bemegy, akkor megvan a 4K, de 3700 sebzés az nem olyan rossz. Az ágyú egyébként, az alfa az nagyon jónak érződik. Tehát az 530-as alfa, én mindig mondtam, hogy tier 9-ben az borzasztóan erős, és hogyha ilyen tier 8-as tankokkal találkoztok, azért eléggé meg tudjátok őket gémelni. Az ágyú kezelhetőség az azért hagy némi kívánivalót maga után, de nem tűnik annyira borzasztóan rossznak, ugye? Ennél a tanknál egyébként azt hozzá kell tennem, hogy az ágyú süllyedés az nem olyan egyszerűen működik. Mert ugye 8 fokájú süllyedés kap ugye a tank, hogyha itt mozgatod ebbe, talán itt jobban meg tudom mutatni, hogyha ebbe a részbe mozgatod a löveget, akkor 8 fokájú süllyedés kap. De hogyha két letörésnél, tehát itt, illetve ezen az oldalon átmi az ágyú, ott két pici részen 4,5 fok ágyú süllyedés kap, és ez borzasztóan idegesítő, amikor egy saroknál megpróbáltuk kinézni, és pont nincsen ágyú süllyedésetek az miatt, mert ugye pont ezen a részen néztek ki, úgyhogy ez frusztráló a tangnál. És utána tovább fordítjátok a tornyot, akkor itt megint 8 fok ágyú süllyedés van, nagyjából szerintem eddig, és amikor itt a motortérnél jár a löveg, akkor meg 0 fok ágyú süllyedése van. Tehát az nagyon idegesítő lesz, hogyha valahonnan menekültök el és hátrafele lőttök, akkor nem lesz semmi ágyú süllyedésetek, és egy csomó lövés fogtok ez miatt visszelni. Úgyhogy ez mindenki nézve kell tartanatok ennél a tangnál. Sokkal-sokkal jobb lett volna, hogyha Wargaming megcsinálja úgy, hogy a tangnak a frontján az bárhova néztek, olyan 8 fokájú süllyedésetek van, de mindegy, ez van, srácok. Ugorjunk be a garázsba, és megmutatom nektek a felszereléseket, illetve harcani módosításokat. Láthatjátok itt, hogy milyen legénységi skilleket használok a tankon, illetve hogy milyen felszerelést. Hasonlóan, mint ugye a BZ-166-nál, a 8-as kistesónál, szellő, töltés, illetve stabilizátor az elsődleges szettem, hogy az ágyú ne legyen annyira borzasztó, illetve a másik szett, ott pedig egy turbót használnak töltést és stabilt, hogyha mondjuk kell egy nagyon-nagyon gyors pozícióba befutnom, akkor ezt a felszerelés szettet használom, illetve harcoló módosításokból is hasonló a helyzet, itt ugye egyiket se választottam, és itt a célzás gyorsításra mentem rá, ahogy mondtam a 8-as tagnál, nagyon-nagyon-nagyon ritka, hogy én itt nem a pontosságra megyek rá, de annyira rossz ezeknek az ágyuknak a célzási ideje, hogy én inkább rámegyek a célzási időre, és a pontosságból egy picit veszítek, és nem pedig fordítva, mint ahogy szoktam. Illetve a látótávra mentem rá, és a turbót boostoltam, vagyis hát a mozgékonyság slotot boostoltam. Úgyhogy ugorjunk is be a következő körünkre. Itt is vagyunk a következő körbe, srácok, és ez pont az a szituáció, hogy szeretnék a hegyre minél előbb fölérni, bár ahogy nézem, a spawnom az nagyon-nagyon rossz. Ugye nem tudom, hogy időben át fogok tudni-e crossolni, vagy innen lövés fogok-e kapni, ezt majd meglátjuk. Ugye elhasználom majd a boostereket. Gyorsan. Illetve srácok, ami fontos információ, a Discord szerveremen létrehoztam egy szobát a VOD szekciónál modok néven. Oda be fogom dobni majd azokat a modokat, amiket én használok ugye a játékban. Jelenleg ugye megtaláltok ott egy Gunmark modot, illetve találtam egy ilyen modot, srácok, azt majd írjátok meg, hogyha használjátok, hogy gyors visszacsatlakozás, ami nagyjából annyit csinál, hogy ugye nagyon sok idő, míg a World of Tanks észbe kap, amikor lecsatlakoztál a szerverről, és tudom, hogy mostanában az nagyon nagy probléma nálatok, hogy kidobjon titeket a játék, urrendítsátok meg ilyenek, és azt mondja ez a mód, hogy nagyjából egy ilyen 10 másodperc alatt már vissza is tudtok menni a gamebe, úgyhogy gyorsan ki fog titeket dobni a játékból. Most hát ki tudtok lépni a játékból, amikor kidob. Ezt el tudjuk lőni, szerintetek?
Szerencsére el tudjuk lőni, nagyszerű. Úgyhogy azt is oda bedobtam, majd írjátok meg arról, mi a véleményetek, mert én azt nem próbáltam még ki. De úgy gondoltam, hogy lehet, hogy a közösségnek tudok ezzel segíteni, főleg, hogy nagyon sokan problémáztak most, hogy szar a szerverek ledobálnak titeket, meg ilyenek, és ez tud valamihez ide segíteni remélhetőleg. Közben gyors két lövés, el már 1000 sebzésnél járunk. Ott van a bézit, ojj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 j
Azért, hogy meglőtt minket. Azt éppen egy el tudtuk csípni a gyenge pontján, és 617-et belevertünk. Azt a cirkuszeget. Tortoise az nem lájkolta szerintem annyira. Lehet, hogy most kapok még egyet a Cherryotyr-től. Lőtt. Valami turbózik oda. Én szerintem én nem tudok így fölmenni. Nézzük, hogy a Cherryotyr... Ó, de nem a Cherryotyr néz ki ránk, a Tortoise. Az be is tudjuk verni. Ott a jobb oldalán a géppuskálásnál, ott a gyenge pontján... Gyenge pont, hitlőszerre gyenge pont. AP-val az nem hiszem, hogy bemenem, mert az ilyen 250 mm átütés kell. Szerintem a Cherryotyr már píkel, így is van. Ilyen szögbe beütött minket? Hol? Nem hiszem, hogy a kupolát lőtt el. Ha? Lehet, hogy az oldalunk már ilyen gyenge lenne. Nem tudom, miközben megpikált minket. Jó, és meg tudtuk lőni egyébként Cherryotyrt, sajnos nem tudtuk kirollolni. Arra kell figyelnem, hogyha sidescrape-elek, akkor ugye a kupolát meg tudják lőni. Erre mindenképpen oda kell figyeljek. A BZ píkel. A BZ-be jön, akkor crossfire-be lesz, tehát neki ez nagyon-nagyon nem jó. És én készen állok arra, hogy meglőjem. Még a Tortoise ide sidescrape, vagy ide néz, nem sidescrape-el. Igen, ezt meg fogom tudni lőni. Letrekkelte minket, remélem a Tortoise ilyen szögben nem tud meglőni, mert akkor bajba vagyunk. De pont megtudott. A BZ is belőtt minket. Még az Iron Arnit ki tudom előni, sajnos nem. Ez a gond, így már egy lövésnyi HP-n vagyok. Ami nagyon-nagyon nem ideális. Boros kóla? Ilyen szögbe belőtt minket az Iron Arnit, valószínűleg a kupolát lőtt el, nagyon szép lövés volt tőle. Azt gondoltam, hogy amúgy simán ki fogom tudni píkelni, hogyha egy picit elfordul, de hogy látszik a tagnak a gyenge pontja, vagy nem tudom, hogy az alvázat láthatta, igazából nehéz megmondani ilyen szögből, de nem a kupolát, még nem látsz, szerintem a tagnak az albázát pont látták a szikla fölött, úgyhogy ezt elrontottam, srácok, valószínűleg sidescrape-en nem kellett volna, vagy szimplán csak elfutni, és mondjuk felvenni egy ilyen defenzív pozíciót, úgyhogy ez a kör, ez teljesen az én hibám volt, srácok, nagyon szép lövéseket leadott az ellenfél, és tök könnyen belőtt minket a Cherryotyr, úgyhogy ezekre a lövésekre nem számítottam. Úgy látszik a páncél az nem annyira erős, mint amennyire én szeretném, hogy erős legyen, úgyhogy egy picit okosabban kell megjátszanom ezeket a kinézéseket. De nem baj, srácok, ugorjunk be a következő körbe. Mivel közös bázis játékmód van, srácok, illetve ezt a részt átalakították, és nagyon jól lehet itt hulldownozni, én megpróbálok oda bejutni, és kihasználni a jó torony páncélonat, mert én azt gondolom, hogy ez a tank is hasonló, mint ugye a 8-as, hogy meg kell próbáltok elrejteni a testeteket és toronyból játszani, akkor eléggé effektívek tudtok lenni, úgyhogy ez a terv, meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. Mert turbózunk is egyet, de nagyon megyünk, de nagyon megyünk. Jó. Azt szerintem még egyet el fogok használni, és akkor marad még három a meccsnek a végére, hogyha le kell farmolni a Divizet. Itt turbó nélkül 47-48 km/h-val tudunk menni. Azért nem mondanám lassúnak, de nem mondanám olyan hű, azt a mindenit, de gyorsnak sem. Nyeljünk még egy turbót, és akkor beérek a nagyon agresszív pozícióba. Jeljátok mit? Kockáztassunk, és akkor reméljük, hogy a végjátékban meg tudunk farmolni. Reméljük azt, hogy a végjátékban már nem kell farmolnunk, mert lefarmolunk mindenkit a középső játék részbe. Átjövök ide, most azért kapok egyet. Nem kapok egyet. Szerencsém van, mert az AMX is el tudott volna lőni, illetve a 430U is. Nem, hogy ez amúgy lehetséges-e. Az a gond, hogy hátul, hogyha vannak sniperek, és szerintem vannak, és kipíkelek itt a házmenet, akkor látják már az alvázamat.
Igen, ott egy 705-a, meg próbáljuk elcsípni, sajnos nem sikerült. Ez bejön lánk a AMX, aha. Na talás vissza, uram. Nem akartam elkapkodni a lövést. Ha visszább tolatna egyel, ó, az most visszafog. El is tudtuk csípni, szerintem úgy pont a kupoláját lőttük el. Még 4 másodpercre betöltök. Még egyszer el tudtuk csípni a kupuláját, wow, ez, szerintem ez nagyon mázis lövés, de most nem örül annyira, tehát hogy ez, nagyjából érzem, hogy mire képes ez az ágyú, és tudom, hogy ez a lövés, ez a mázis kategória. Az sem volt annyira messze egyébként. Ott jön egy Emil, 2-es. Közben az AMX nem tudom, hogy nézze minket, szerintem igen. Ezt mondtam, srácok, nézzétek az ágyus hülyedés. Itt nincsen semmi ágyus hülyedésetek így. De ha elfordítjátok a tankot, akkor már van. Ez borzasztó idegesítő. Azt hittem, pont el tudom csípni a testét, de sajnos nem. És nézzétek meg, 2-6 az állás. Nem állunk annyira jól. Városi részt, az erdős részt, az teljesen áttolt a zenemi. Melyik pixel kupolát lőjem? Az AMX pixel kupolát? Azt már nem kell. Azt mondom, addig kéne itt valamit alkotnunk, amíg nem vesztek minket körbe. De azt ellövöm, srácok. Megpróbáltam. Megpróbáltuk a lehetetlent. Leszállom, hogy eléggé giga chatbe nyomja. Itt szerint átmozog. Nem tudom, hogy E4-es ellen van-e értelme píkelni, meg egy Huda 430 ellen. A Cobra talán most oda píkel. Na, akarnak rá átfordulni? Minusz egy. Az 2. Zart ez minket lő. Srácok, ez egy szarkör lesz, tehát hogy ezzel nem tudok mit tenni. Tehát az ellenfél áttolta az erdőt. Mi nem tudunk kipíkelni semmire, mert mindenhol húdalon szorok ülnek. Lenne, ha megpróbálnék visszább menni. Gyelésre valami defenzív pozíciót fölvenni. Azokon ezt is egy picit későn tettem már meg. Már az Emil. T-30-el tudott minket lőni, srácok, meg már átudul a fézegyes. Ez egy olyan csata volt, srácok, hogy egyszerűen nem lehet mit tenni. Az ellenfél olyan tankokkal van itt, amit én nem tudok beütni, kétszer előttük a kupoláját az AMX-nek, és körülbelül ennyi volt a mérkőzés utána, nem is láttam meg, itt a 430 utoldalba lőttük. Lehet, hogy annyi kellett volna, hogy nem próbálok meg kipíkelni, de olyan nehéz volt megítélni, hogy hogy érdemes sebzést kiosztani. Valószínűleg előbb vissza kellett volna jöjjek, akkor nem kaptam volna a Leopard-tól lövést, akkor kibírtam volna ugye a T-30 lövését, és akkor még egy lövését lettok adni, de annyira sok a hal, srácok, itt. Ez egy olyan csata volt, ahol egyszerűen nem tudtunk mit tenni. Srácok, én szeretnék még egy csatára beugrani, úgyhogy azt tegyük meg gyorsan. A következő mérkőzésben vagyunk, és ide a turbo setupomat hoztam, mert hogy meg akarok próbálni valami agresszívat játszani. Nem tudom, hogy ez lehetséges-e. Nem tudom, hogy hányan jönnek velünk, hányan fognak lefedezni minket. De hogyha betűnnék futni oda a sarokra, az amúgy nagyon jó lenne nekünk. Nézzétek meg egyébként, erről beszéltem, tehát hogy hiába nyomkodom el én a turbómat, a TNH 9-es cseh nehéz tank, az tudja velem tartani a lépést. Még valószínűleg turbóval játszik.
De akkor is, nem érzem, hogy olyan nagyon, nagyon nagy feature lenne. Ugye közben ugye nem is tudok fordulni. Normálisan, csak ugye a kézifékes fordulás alatt mit csinál ott? Bam. Le tudjuk lőni, nagyszerű. Megpróbált új light pozíciót fölvenni. Na nézzük, itt kinézzünk a sarkon. Itt valószínűleg hitlőszerrel akarok, mert ott van egy 780-as. Ott egy udes. Áúcs! A gigacset Foss 155 ott állt. Hmm. Az valószínűleg még egyszer oda be fog menni, tehát hogy ha egyszer be, a TD-k általában olyanok, hogy ha egyszer bejön oda, akkor még egyszer. Nézzük, hogy mikor fog ez megtörténni. Ez szerintem megfog. Várok egyelőre. Ott van az udes. Segítek ennek a 780-asnak. Az udesből kapunk egyébként asszisztot rendesen. Megindulunk, srácok, mit szóltok? Ez lőtt, ez kiságyus, hogy jól hallom. Jó, lőttünk bele egyet, nézzük, hogy kapunk ezért vissza. Szerencsére csak trekked, még a Foss hátul van, az jó. Lőjünk bele még egyet. Szerintem visszaváltok alpira, mert itt nincs szükségem tovább a itt lőszeremre. És a bázison amúgy középen már ott van egy Mivi meg egy Standard B. És srácok, most hogy elkezdődött a maraton, nagyon érdekes meccseket futok. Azt el kell, hogy mondjam. Hogy a mérkőzések azok nagyon-nagyon furcsák. És fel akarok menni oda, ahol a Progetto van. Mert szerintem ott van egy konvoj, amit meg tudnánk lőni. Jó, ott volt utoljára spotolva, és még egy FAT-re nem is volt spotolva sose. Kérdéses, hogy ő merre van? Ott a konvé, nézzétek? 20 év célzás. Nagyszerű, legalább bevittük a lövést. Na, a mező közepén nem is értem, mit csinált az úr. És bejövök ide, hogy innen tudjak lőni középre. Minden azt el tudnám lőni, hogyha adnak elég időt a célzásra. És sikerült is, 6-18-at rolloltunk. Amikor az ágyú magasat roll egyébként, az eléggé, hogy is mondjam nektek, srácok, élvezetes. Mosolyt tud csarni az arcotokra. Tehát az alfa sebzés egyébként szerintem tök jól működik. És szerintem ugye ez az alfa sokkal valamilyen sokkal erősebbnek érződik ugye tier 9-ben, mint a 650-es alfa tier 10-ben. Legalábbis én így érzem. Ott még azért sok HP van. Csak az a gond, hogy én lassú vagyok. Tehát itt már nincsen ugye turbóm, csak a felszerelésből, és nem tudom, hogy amúgy oda fogok elérni sebzés. Mondjuk egy FAT-re még nem volt spotolva. Mennyi a repesz alfa? Mit is mondtam? 660. Már töltöttem is, amint megláttam, hogy FAT a térképen, már töltöttem is be, de azt nem fogom tudni ellőni. Nézzük, még egy lövést amúgy nagyon-nagyon jó lenne leadni. Még egy lövést az nagyon jó lenne, de szerintem olyan gyorsan fogy az ellenfélnek áp, hogy nézzétek meg, hogy konkrétan nem, jövök a meccsek a felétől kezdve és nem, egyszerűen nem, legrövidebb úton jövök, nem fog tudni odaérni. Mert gyorsabb hevik vannak nálam, mint a Emil, ENH. Jó, mínusz egy az Emil. Négyes lőt, gyerünk, add lőjek bele egyet. Jó, meg egyet tudtunk éppen, hogy srácok, az utolsó fél másodpercben le tudtuk menet közben lopni az N4-est. Ennyire kell futni, srácok, a mostani mérkőzésekben a damage-ért. Egyszerűen őrület, hogy amúgy milyen meccsek vannak. Hú, srácok. Na de. Véget értünk, srácok, és ezzel a tankkal 4 meccset játszottam. Mit gondolok róla? Nem váltotta meg a világot, tehát hogy nem mondom azt, hogy úristen, ez a legjobb tier 9-es, közelében nincsen mondjuk egy E75-ösnek, vagy mondjuk egy Conquerornak, de talán egyébként az Ágon valamiért ez a tank tetszik a legjobban. Nem tudom, ez az 530-as alfa tier 9-be ez egész jónak mondható, meg az ágyú az
viszonylag megbízható. Én azt gondolom, hogy nekem valahogy ez az ágyú jobban bejön, mint a TR10-esen lévő ágyú. Nekem megbízhatóbbnak tűnik. És nézzétek meg, négy csatából kettőt vesztettünk, kettőt nyertünk, kibalanszolt minket a Wargaming, és 3000 sebzés hoztunk. 3000 sebzés jó egy TR 9-essel? Nem. De szerintem, hogyha eddig a tankig eljuttok, srácok, akkor már nem lesz. Tehát ez a tank nem lesz olyan nagy szenvedés, de nem gondolom, hogy megközelíti a legjobb 9-es nehéz tankokat. És srácok, remélem tetszett ez a bemutató videó, hogyha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. Ha nem akartok lemaradni hasonló tank bemutatókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Én nagyon szépen megköszönöm nektek a kitartó figyelmet. Ha támogatni szeretnétek a munkásságomat, a csatorna taggát tudtok válni, illetve lesz egy köszönet gomb a videó alatt, ahol tudtok nekem borravalót hagyni. És ne felejtsetek el csatlakozni a Discord szerverre, nagyon jó a közösség, már lassan 3700-an vagyunk ott, és oda mindenképpen érdemes csatlakozni, hogyha nem akartok lemaradni semmiről. Legyen jó csatájátok, srácok, legyen szép tapotok, és találkozunk vagy a következő videóban, vagy pedig a streamen. Sziasztok!